A Mobilix TV-n nézlek az Xpad 70 tábla PC-vel Waytech-től, és hogy látjátok, ez egy 7 inches olcsó tablet PC, amiben van wireless LAN, Bluetooth, kamera, microSD kártyavasó, és még HDMI is. Egy 800 MHz-es proci van benne, Cortex A9, 4 giga internal hely, és még persze a microSD-n át még több helyet is lehet majd hozzácsatlakozni, 32 gigát extra. USB 2.0-ra rá lehet dugni a számítógépre, és HDMI-n ki tudjuk adni a HD-ready képet, és sajnos csak Android 2.2 van insába, de lehet, hogy a jövőben lesz még egy kis update. Csomagoljuk ki, és aztán nézzük meg, hogy kb. Milyen gyors ez a készülék, és mi van benne a csomagban. Van egy garanciakártya, a készülék önmaga, aztán egy USB kábel, mini USB-n át lehet rárugni a számítógépre, kb. 1 méteres a kábel, aztán van hozzá egy töltő, nem standard USB töltő, úgyhogy ezt mindig magunkkal kell vinni, okozhatja a mobilunkat is, töltjük. Aztán van hozzá egy kicsi neopren táska, ami megvédi karcolásoktól, elég jó minőségű, regisztrációs kártya, és egy rövid útmutató, hogy hogy kell használni, mire jók a kis bemenetek, és stb. Két oldalon le van írva 10 nyelven. Aztán nézzük meg a készüléket önmagát. Van egyszer hangerőszabályzó, tetején egy csomó másik be- és kimenet, microSD kártyavasó, reset gomb, mini USB, HDMI felhagató, áram bemenet és kis bekapcsoló gomb, aztán Android hardware gombok, meg a mikrofon. Az alján nem találunk semmit, a hátulja szép mat műanyagból van, ami elég stabilnak néz ki, jól a tapintás, és az alján van kettő hangszóró, meg a serial code. Kapcsoljuk be a készüléket. Az elején megtaláljuk az 1,3 megapixeles kamerát. Android 2.2 van rá installálva, amit említettem, és eléggé gyorsan működik az egész. A képet is gyorsan elfordítja. Úgyhogy megnézzük a home screen-t, akkor látjuk, hogy simán lehet használni. Most nem tartunk még rá túl sok mindent, de kellemes gyorsasággal működik. Widgetet rakunk rá, azt is lehet ide-oda tologatni, simán viszi. Wi-Fi-ben most benne vagyunk, hogyha meg tudjuk nézni a böngészőben például a Mobilix weboldalát, milyen gyorsan tölti be, hogy működik. .hu. Itt akkor látjátok a billentyűzetet is, hogy elég gyorsan viszi. YouTube videókat a standard YouTube app-el lehet lejátszani, sajnos a browserben önmagában nem, és akkor itt látjátok, hogy elég sok adat van az oldalon, még tölti, és már így is elég gyorsan lehet zoomolni, browserolni, amint kész, simán lehet böngészni. Kellemes sebességgel, ahhoz képest, hogy mennyibe kerül ez a kis gép. Nem kell feltétlenül a hardware gombokat használni az Androidban, hanem itt van külön szoftver gomb is, hogy vissza tudjunk menni a settingshez, meg a fő oldalhoz. Nézzük meg röviden a kamerát, amiben van építve az elején. Látjátok, elég gyorsan reagál, a színek nem annyira szépek, de webcamezni simán elég, meg kisebb képeket csinálni, aztán itt sajnos úgy lehet csak kimenni, hogy megint a hardware gombot használjuk. Röviden nézzük meg talán még a gallery-t, meg tudom mutatni, hogy a képeket is elég gyorsan tölti be, és hogyha zoomolunk, akkor az is nagyon szépen működik, és kellemes használni ezt a kis 7 incses gépet, ami nem is túl nehéz, e-bookokat is jól lehet rajta olvasni, valószínűleg, és az Axia is legalább 5-6 órát bírja, hogyha Wi-Fi-n használjuk. Köszönöm, néztetek a Mobilix TV-nél, ez volt a Waytech Xpad 70 tábla PC, Gábor Lázsa neve a Mobilix TV-től, és nézzétek be megint.